Na, hetedik kör, szintén ugye az aratás fázissal. Most jó sok zöldségünk lesz tényleg. Csak tudjunk velük mit kezdeni. Tényleg rengeteg zöldség. Rengeteg, még egy káposzta, még egy répa, még egy búza. Ugye két földünk az kimerült. Ezeket most ide lefordítva ide rakom. Hopp, egy kicsit elmozdult. Ezeket pedig ide feljebb rakom akkor, hogy jobban lehessen látni. Jó, na nézzük, mi van itt. És hát nem meglepő módon ugye látjuk, hogy a póréhagyma földek jönnek fel. De nem baj, erre azért felkészültünk. Fel vagyunk erre készülve. Akkor, most kéne megnézni, hogy akkor ugye most jön a kártyafázis, de mielőtt a kártyafázis jön, azért érdemes végig gondolni, hogy még egyszer, tehát ugye kell majd nekünk egy tök, meg egy káposzta, egy tök, meg egy répa, meg én szerintem kivesszük azt a törzsvásárlót, aminek kell egy répa, meg egy répa, meg egy pap, és akkor marad három nekünk, egy búza, egy bab, meg egy káposzta. Valahogy szerezni kéne egy azt mondja, hogy valahogy szerezni kéne nekünk most majd egy póréhagymát, hogy bevessük, és akkor jó, akkor szerintem ez így jó lesz. Úgyhogy kártyafázis, kivesszük ezt a market stalt, feltöltjük gyorsan, egy bab, meg egy búza, meg ugye egyért, egy pénzért kivesszük ezt a törzsvásárlót, rátesszük a kis elégedettségi tokenjét, és érte viszont fizetünk egy pénzt, akkor ez a kettő ugye megy szépen a dobópakliba, ők pedig felkerülnek, és jönnek az új kártyák. Jó. Na, akkor most jön az akciófázis. Akciófázis. Hát én szerintem, most gondolkodom, hogy most vegyünk egy kettes pekket. Hát, ha egyébként segít. Ja, vegyünk egy kettes pekket. Sose tudjuk, hogy éppen lehet, hogy jól jön. Bár eddig igazából pénzkidobás volt, de... Ah, na tessék, ott van a, igen, a póréhagyma. Mert kaptunk egy ilyen két tök, még legalább tök lenne rajta, még akkor azt mondanám, hogy jaj, de örülök, de így, hát így mit mondjak, ebben nem vagyok biztos, hogy akarom ezt a 9 plusz 2-t, ettől lehet, hogy most megválnék. Őt viszont lehet, hogy megtartjuk. Lehet legrosszabb esetben majd elcserégetjük az összes oda-vissza. Nem túl szép dolog, de gondolkodjunk, csak valamelyik körben esetleg jó lesz-e nekünk ez a tökös biznisz. Az a baj, hogy oda két tök még kell, ide is fog kelleni még végig a tök, úgyhogy tökünk, nagyon felesleges tök nincs. Ezért is gondolom, hogy őt én eldobom. Nincs értelme, hogy itt legyen. Ja, nincs értelme, hogy itt legyen. Őt viszont ide lehet rakni. Akkor, na, szerintem kezdhetjük is akkor szépen. Hát először akkor azt az ügyfelet, aki veri az asztalt mindenképp, ugye, hogy megnyugodjon. Ilyenkor ő nem fog átfordulni, hanem, tehát ő már azért kicsit csalódott. Ezt azért megérthető. Úgyhogy kapunk érte négyet. Akkor oda megadjuk ezt a kettőt, ugye a tök meg a káposzta, azért kapunk hatot, és végül
Ugye ennek kell adni egy répát, meg egy babot, szintén 6-ért. Ott is kapunk 6-ot. Úgyhogy ez volt 6, ő volt a 4, meg ő volt megint a 6. És ugye arról van szó, hogy be kéne vetnünk mindenképpen, mindenképpen be kéne vetni. Hát akkor ezt a kártyát most én, ja bocsánat, nem töltöttük fel. Az újdonsült ezt így. Akkor én szerintem ezt most felhasználjuk. Ha használjuk, vagy ne használjuk. Szerintem felhasználjuk. Felhasználjuk a kis szolgáló lányunkat, hogy egy az egybe tudjunk cserélni. Én szerintem erre már nagyon nem lesz szükség. Két kör, igen. Nem nagyon látom értelmét, hogy erre szükség lesz. Ezt most felhasználjuk, és akkor mit is akartunk? Azt hiszem igazából ha majdnem mindegy, hogy melyiket, bár hozzáteszem, várjunk csak a babot, mert ugye abból kell kettő, viszont azok közül egyiknek se kell bab, viszont jó. A babot, azt most itt ezért, ugye most egy az egybe lehet ilyenkor, de szépen egyet rakunk, és akkor megkapjuk a kis póréhagymát, amit rögtön bevetünk, mert ugye ez aztán a ritka zöldség erre felé. És hát nagyjából ennyi itt, amit tudunk tenni. Annyi, hogy mivel van egy hely a búzánál, ott ezt a búzát most eladjuk, hogy ne bukjuk azért nagyon, mert ha most nem adnánk el, akkor az egyiket el kéne dobni vissza a készletbe, de azt nem akarjuk, úgyhogy ezt a búzát ezt most beadjuk és kapunk érte egyet. Az is valami. Úgyhogy hát valamit valamiért. És akkor a körünk végén, ugye az biztos, hogy lépünk egyet, meg 13-at összehozunk azért, 10, 13, lépünk még egyet, igen, jó, hát ennyit tudtunk, nincs több pénzünk, mármint hogy van, csak annyi, hogy lépni, arra már nincs. Úgyhogy jön a következő kör, akkor megint csak ugye aratás, hogy volt, egy tök, igen, akkor még odannan egy tök, innen egy bab, a káposzta, még egy répa, egy búza és egy csodálatos póréhagyma, és csodák csodájára a póréhagyma megint előjött, ugye, amit beraktunk az aljára, ezt azért lehetett sejteni. És most jön akkor a kártyafázis, de azért érdemes már a kártyafázis előtt szépen megint így berakosgatni, hogy jó, akkor kell majd egy tök meg egy káposzta, oda egy tök meg egy répát jó lenne betenni. Hát oda mindenképpen, mert nem akarunk fizetni, ő érte már fizetni kéne, hogyha nem szolgáljuk ki. Őt még éppen egy bab meg egy káposztával most így lehet, hogy még tudjuk váratni egy darabig, és akkor még lesz egy ilyenünk, ami jó. Lehet, hogy most azért valakit meg fogunk váratni, ugyanis én azon gondolkodom, hogy ki kéne venni ezt a két kövér ügyfelet, mert azért azok igencsak jól termelnek, és a következő körben, az utolsóban pedig majd őt kéne kivenni. Igen. Na nézzük akkor. Hát az ugye két pénz, de szerintem azért ez megéri. Két ügyfél. Akkor ő viszont megy oda, és mindenki feljön egyel. Érdekes, hogy azt csak nem tudtuk kivenni, azt az ingyen trédeléses kártyát, hát hiába voltak, ami fontosabb volt. Jó, úgyhogy megint jön a akciófázis. Na, hát ő rajta nem is gondolkodunk,
Viszont hát legszívesebben egyébként gondolkodnék, mert most megint ott vagyunk, hogy jaj, hát ahhoz, hogy őt ki tudjuk, ahhoz kéne. Ahhoz bizony kéne. Ha. Na mindegy. Őt muszáj, tehát ő rajta nem gondolkodhatunk, mert nagyon csak annyit tudunk megtenni, hogy mielőtt bármit teszünk, esetleg ezeket el lehetne így bizniszelgetni, legalább az ezt itt ki kéne dobni, hogy egyért vegyünk egy túpeket, hát ha egy ilyen kis kettes csomag, hát ha jön egy jó segéd, aki itt esetleg még kimentene minket. Ilyenkor ahhoz, hogy ne nagyon. Én azt szoktam csak csinálni, hogy ugyanazokat a árukat adom, és akkor ugyanazokat kiveszem. Ez egy kicsit ilyen, hát ilyen fogd meg, erezd meg, fogd meg, de hát ez tényleg csak azért van, hogy ne legyen már itt láb alatt. Úgyis aki kell, az ő ott van, ő még kell nekünk, és most esetleg egyért megkockáztatjuk, bár eddig tényleg nem volt túl se, bár volt, azért voltak köztük jók is. Befektetés, ó, nagyon jó. Kapunk egy kis könyvelőt, valamint kapunk egy market stallt, ami nem olyan rossz. Van rajta tök is, van rajta répa is, ami kifejezetten jó most nekünk. Annak most tényleg kifejezetten örülök, mert egyébként ennek a könyvelőnek is, ugye, hogy azt mondja, hogy eldönthetem, hogy a shopban, tehát a boltunkban, az adott helyeken legyen-e zöldség, vagy ne legyen. Tehát ugye most kirakhatom őket a készletbe, ahogy akarom. Valamint választhatok egy zöldségtípust, és minden egyes földemen, amelyiken ez a zöldség van vetve, azért kapok egy pénzt. Ami azt jelenti, hogy ez mindenképpen ide kell most ezt a kettőt rakni, és hát két pénzthez tudunk így jutni, mert max azt mondjuk, hogy répa, vagy azt mondjuk, hogy tök, és akkor ott vagyunk. Vagy nyilván, de hát az csak nem fog megtörténni. Ja, de igen, tehát ez, hogy valamelyiket még bevetjük, még egy répát, meg még egy tököt, de szerintem az most nem hiszem, hogy jó ötlet lenne. Bár egyébként hozzáteszem, hogy plusz egy pénzért, ez hogy nem őrültség. Mégis most mit akarunk még? Tehát az utolsó előtti körnél valójában ide fog kelleni még egy, tehát ez a pórhagyma már megvan. Ezen kívül még egy pórhagyma fog kelleni, ami szintén ott van, ha belegondoltok, mert ide fog kelleni még egy pórhagyma. Azok megvannak, úgyhogy nem olyan ördöngőség ez, hogyha tényleg azt mondjuk, hogy csak azért vetünk oda most oda egy, kettő, igen, tehát hogy csak azért vetünk oda, hogy kapjunk érte három pénzt, mert ugye mindegyikért három pénzt kapunk, és akkor akár most azon gondolkodom, hogy most tök vagy répa kéne, de egyébként répa, mert a másikhoz is fog kelleni ott répa, ide két répa, igen, tehát egyébként ez nem is olyan nagy butaság. A répa, azt leszámítva, hogy most ezt nem fogjuk tudni kifélelni, hanem csak őt, de a következőben viszont akkor tényleg egy jó nagyot fogunk talán. Ajajajajaj. Ja, de van ott egy répánk is, igen, úgyhogy elsőnek mindenképpen én azt mondom, akkor vessük be ezt répával. Kicsit trükkösek vagyunk, de hát lehet oda répát is, azért ez egy jó termőföld. Lehet oda répát is. Kapunk három répát majd. Na most felhasználjuk a kis könyvelőnket, aki ugye megmondta a frankót. El lehet dönteni, hogy hova akarunk, hova nem akarunk. Hát most még azt érdemes megnézni, hogy esetleg el akarunk-e adni majd babot. Bár én nem hiszem, mert egyetlen egy bab lesz, és az a bab az, igen, az kell. Két tök, annak megvan a helye. A répáknak annak egy, kettő, három, négy, öt répa ráadásul. Még így is kevés lesz a répa egyébként. Tehát a répáknak is megvan a helye.
Igen. Igen. Úgyhogy elméletileg nem feltétlen érdemes most, nem feltétlen érdemes nekünk ebbe beleszólni. Sőt, én azt mondom, hogy van olyan kártya, ami megengedi, hogy úgy vásároljunk a boltból, hogy két zöldséget egy áráért. Még nem tudjuk, hogy előjön-e, ki tudja, még előjöhet az utolsó körben egy ilyen kettes pekkel. Én azt mondom, hogy esetleg egy búzától itt megszabadulunk, hogy esetleg el tudjuk adni, és lehet, hogy a tököt meg pont, hogy be kéne tenni, ha esetleg úgy lenne, hogy tényleg tudnánk venni két tököt egy áráért. Mert akkor fontos, hogy ott kell lenni annak a zöldségnek, és így legalább bármelyiket fogjuk tudni venni egy áráért. Nem tudni még, hogy ez hogy lesz. De az biztos, hogy jelenleg, ugye, ha azt vesszük, akkor ezt a répát, meg ezt a tököt ugye ide kell, azt a répát még ki tudjuk venni majd, mert most már ez felugrik ide, és ezt is most ki kell. Lesz még egy tök is. Akkor viszont lehet, hogy mindjárt átgondoljuk még ezt a boltos témát. Akkor ott a répa, ugye két tök. Na most ugye egy tök felszabad, ja igen, és egy tök így felszabadul, mert én azt mondom, hogy bár nem biztos, akár azt is ki tudjuk majd, ezt mindenképpen most kéne, tehát ahhoz kell ugye a búza, a káposzta, meg a póréhagyma, akkor ezt is ki tudjuk félelni, azt is, meg akkor azt is, egyedül ő lesz, aki most nem, hát szerintem ez így jó. Ennek neki is futhatunk. Csak a biztonság kedvéért tényleg először mindig őket félelem ki, hogy ne maradjon itt véletlenül ugyanannyi. Úgyhogy először ugye őt ide, ezért kapunk 12-t. Ezért kapunk 10-12-t. Ide is rakjuk a helyére. Vagy hát így ide. Úgyhogy ő szépen megy is a dobópakliba. Aztán, hát hogy véletlenül se felejtsük el, akkor én ezt ide, őt is kiszolgáljuk. Őérte 5-öt kapunk, hát nem a legtöbb, de azért valami. És akkor ugye mivel még, ja, várjunk csak. Na most viszont azon gondolkodom, hát igen, hogy lehet érdemesebb lenne őt hagyni most egy kicsit, hogy berágjon ránk. Mert akkor itt marad még ő, és a következő körben, mikor kivesszük ezt a következő vásárlót, még mindig kettő lesz háromnál, őt fogjuk először majd kiszolgálni, és akkor megint több pénzt hoz. Úgyhogy lehet, hogy inkább őre kéne koncentrálni, és akkor így beváltunk, ugye neki kell egy bab, és akkor ezt a tököt beváltanánk, akkor erre a répára, és akkor így szépen ezt, igen, ezt odarakjuk, és most ő is szomorú lesz, ő viszont ugye itt volt, ő most már nem, hát nem mérges annyira, de azért igen, ő itt volt, és akkor őérte kapunk hetet. Hetet. 5, 6, 7. Az nagyon jó. 7. És marad egy zöldség, ami teljesen jó, az nyugodtan maradjon, mert az fog kelleni. Ennyit tudtunk csinálni, ugye ebbe a körbe, akkor nézzük, mennyit tudunk menni. Hát egyet mindenképpen megyünk a 14-re, és akkor a 15-re pedig így 15-re felugrunk még 15. És nagyjából ennyi, nem tudunk többet. 15. Igen. És jön az utolsó körünk, amikor ismét az aratás, jó sok zöldséggel. Oké, hát itt ez a két föld, ez megint kimerült, ezt most ide lefordítom. Nem, mintha ezekre már lenne szükség, de ugye még esetleg lehet olyan kártya, aminél számíthat. Most jön a kártyafázis. Ugye kártyafázisnál
Hát őt mindenképpen megvesszük, ugye ez benne volt a tervben. Őt mindenképpen megvesszük egyél, úgyhogy ezt be is fizetem. És azon gondolkodom, hogy hát most azért végig kéne gondolni, hogy mire, mert ennyi, még azért egy répa még azért hiányzik. Egy répa még hiányzik, és azért a répa az drága. Azt mondja, hogy nézzük csak, tehát akkor ő egy, ez a tök meg egy répa, azt mondjuk muszáj, mert különben őt, ja, ő közben haragos lett, ő is, azért már most két haragos vásárlónk van, úgyhogy ezt a kettőt mindenképpen ki kell őt ide, és rakjuk ő rajtuk, nem gondolkodunk, mert mínusz kettőt fogunk érte kapni. Hát ez a 11-es azért ez, az már inkább úgy vagyunk vele, hogy legyen bárki mérges, de oda rakjuk neki azért ezt a káposztát, répát, meg ezt a póréhagymát, és lehet, hogy őt el kéne engedni, és valahogy még hozzá kéne jutni egy répához. Igen. Mondjuk esetleg kivehetnénk még azt egy pénzért, viszont akkor ezektől meg kéne szabadulni nagyon gyorsan. Ezektől nagyon gyorsan meg kéne szabadulni. Már csak azért is, mert ugye akkor még esetleg egy pénzért lehet, hogy érdemes lenne venni egy ilyen kettes csomagot, és akkor előkészíthetnénk ezt ugye a búzát, meg a répát, és akkor ezt meg majd beváltanánk akkor neki a répára. Hát igen, és akkor igazából egyedül őt nem szolgálnánk ki, de ő most lenne majd úgymond haragos ránk az utolsó körben, az meg belefér. Úgyhogy lehet, hogy akkor én ezt meg is veszem. Ugye őt. Azt nézem, hogy olcsóbb, nem tudom olcsóbban ezt megszerezni, úgyhogy őt ide kell rakni. Hát itt a kártyafázis már igazából mindegy. Teljesen mindegy, mert mással amúgy se tudtuk volna. Annyi, hogy a 12, tehát a bab. Na jó, csak hogy volt ez, így itt volt. De most nézem csak, hogy az is egy igencsak jó. Ja, de így is csak úgy tudjuk őt is kiszolgálni, hogyha... Tehát őt is úgy tudjuk kiszolgálni, hogyha veszünk egy ilyet. Mondjuk hozzá pont meg lenne a... Mert tudnánk még egyet. Ja, nem, mert amúgy is egy mínuszban vagyunk, ha? Nem, jó, ne, akkor ennyire ne agyaljuk túl. Így is szerintem, ahhoz képest, hogy kezdődött a végén, azért igencsak megtátosodtunk. Úgyhogy ezt most szépen akkor kifilleljük, ugye oda egy káposzta, egy répa, meg egy bab. És akkor, hát azt mindenképpen, hogy először őt kéne kiszolgálni, ez mindenképpen ő az első, mert így nagyon sokat tudunk érte kapni. Úgyhogy odaadjuk neki a káposztát, a répát, meg a póréhagymát, az 13. 10. 13. Akkor ő szépen elmegy. Most már az egyiket ki lehetne nyugodtan, mert elmehet, ugye már vagy várjunk csak, még esetleg annyi, hogy akkor el lehetne játszadozni itt ezzel, hogy most eladjuk, igen, kapunk kettőt. Hát igen, nagyon jó lenne tudni, hogy mit fogunk most húzni, mert az a baj, hogy ezektől csak úgy tudunk megszabadulni, de igazából már nem is nagyon kell nekünk, tehát hogy ezt ide rakjuk, amit kapunk, majd ide rakunk, amit kapunk, ide rakunk, amit itt kapunk, ide rakunk, amit itt kapunk, ide rakunk, és akkor végén kapunk majd egy valamit, amit meg itt ugye megkapunk. Tehát itt most tényleg így szépen végig cserélgettük az összes árussal mindent, lehet, hogy így néztek is nagyokat, hogy
meg vagyunk hűve, hogy mit akarunk, és ezáltal, tehát ezt tényleg csak azért csináltuk, hogy ezek az árusok innen, egyébként azt a póliát, mert nagyon sajnálom, azt úgy terveztem, hogy el lehetne adni kettőért, az is pénz. Akkor ez a kettőt így ki tudjuk dobni, ezáltal ugye itt lesz majd egy, és akkor az biztos, hogy most már, hát számoljuk már ki, hogy mennyink van, mert lehet, hogy mondjuk szerintem nem azon az egyen fog múlni. Tehát ugye most van 15, azt mondja, hogy ezzel ez még 5, akkor az 20, és akkor még őt kiszolgáljuk, meg ezt a kettőt. Őért a kapunk 7-et, 6-ot, akkor ugye az 13, meg 10, még 23. Tehát 23-ot kapunk, meg van 20, akkor 43. 43, az azt jelenti, hát pontosabban 44, mert ugye van még egy, és akkor az azt jelenti, hogy egyel megyünk a 16-ra, aztán 17-et fizetünk a 17-ért, meg 18, és akkor marad 8. Úgyhogy az tény, hogy a 18-asig fogunk, és még marad pénzünk. A 19-esre 10-et kizárt dolog, hogy össze tudjunk karácsolni, tehát nincs az képtelenség. Úgyhogy akár meg lehetne próbálni, hogy most megnézzük még, hogy milyen kettest húzunk, de én szerintem jó, akkor itt kapunk egy ilyet, meg kaptunk egy ilyet. Hát nem valami túl nagy valami. Annyi, hogy ez ilyen shopper. Vehetünk egy zöldséget a készletből, nem a shopból, és ilyenkor ez a zöldség kettővel kevesebbet ér. Mármint, hogy kettővel kevesebbért kapjuk meg, mint hogyha a shopból vettük volna. Hát ez éppen nem lett volna mondjuk annyira rossz. Teljesen mindegy, ez az, ami... Jó csak. Hát az a baj, még hogyha azt a hetet is kifilleljük, az 7, még akkor se, az a baj, hogy 7, nekünk meg 10 kéne, mert ugye ez 20, és azt beszéltük, hogy ez 23. Az most már biztos, hogy 23. Az meg jóval több, mint 23. Vagyis, hogy 40, 43 az egész, úgyhogy szerintem ezt nyugodtan elengedhetjük, ezeket, mind a kettőt, mert nincs értelme. Úgyhogy itt annyi a lényeg, hogy ide még beadjuk ezt a búzát, meg a két répát, akkor kapunk még tizet, valamint akkor ő elmegy, és akkor oda még jön egy tök, meg egy káposzta, azért kapunk hetet. Azért kapunk hetet. Oda pedig, és akkor ugye nem kell fizetnünk érte, és ő már is megy, adunk neki egy tököt, meg egy répát, ő érte meg kapunk hatot. Őt nem fogjuk ebben a körben ugye kiszolgálni, úgyhogy ő meg hát mérges lesz ránk. Ő viszont hát félig elégedetten ugyan, de távozik tőlünk a többivel együtt, úgyhogy igazából ezzel végül is vége is van. Még ezeket gyorsan visszarakom a kis készletükbe. Így rend a lelke mindennek. Jó, a tokenje megy. És akkor maradt két vásárlónk, de ez már mindegy, most még akkor ugye lépnünk kell. Hát akkor fizetünk egyet 6-ért, akkor 10, 15, 17-et, igen, meg fizetünk 10, 20-at, és akkor visszakapunk 2-t, mert ugye az csak 18, és maradt 7 pénzünk.
elértünk a 18-asra a jólét útján, ami egyébként egy nem rossz, egyáltalán nem rossz érték. Egyébként a szabály legvégén, általában azért Ove Rosenberg ezeket így leszokta írni, itt azt írja, hogy, hogy nem tudom mennyire látszik majd, de a célnál a jó játékosok, hát idézőjelben jó játékos, azok 17 pontot érnek el, a nagyon jó játékosok, tehát a very good players, azok 18-at, a master, a mesterek 19-et. Hát érdekes, ő sem említi meg, hogy valaki is elérheti a 20-at, nyilván az, hát egyébként mondtam, én is csak egyetlen egyszer értem el a 19-et, de ahhoz, ahhoz azért eléggé volt pár jó, például ott pont ez volt, hogy az utolsó körben még ahol egy volt, azokat levehettem, volt olyan, amikért itt duplán lehetett kiszolgálni, és egyébként ha azt a dupla kiszolgálást tartogatjuk a játék legvégére, amikor már ugye a legfelső értéket, vagy az alatta lévő értéket szolgáljuk ki, akkor ott azért elég komoly pénzeket lehet behozni. Úgyhogy azért azok így elég ütős kombók, akkor ugye így sikerült. Na, de szerintem ez is egy nagyon jó eredmény. Ez lett volna a The Gates of Luoyang egyszemélyes játéka. Remélem ti is úgy élveztétek, mint ahogy én. Találkozunk a következő videóban.